stúdióban a vendégem, Merkeri Béla, a Sotte rektora. Jó estét kívánok! Jó estét! Megértem önnek, meg az a megállapodásunk, hogy ugye a legfontosabb téma az a szűrés, és erről fogunk beszélgetni. Ez vagy mondjuk a 95%, az 5% az valami má... Ön szerint mi, le... mi lesz, az az 5%? Bármi lehet. Bármi lehet. Hát értem szerűen arra szeretnék rákérdezni, hogy van-e ön és Kásler miniszter között valamiféle háború? Én szerintem nincsen. Természetesen mindkettőnknek megvan a maga feladata, Kásler miniszter úr az emminek a minisztere, én a Szemölvejsz Egyetem rektora vagyunk, mind a kettőnknek szerintem eléggé sok dolga van. Amikor ön felvette Cserháti Pétert, ugye az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet igazgatóját, vagy eltávolított, vagy kirugott igazgatóját, akkor utána beszélt Kásler úrral? Nem, nem beszéltünk azóta. Azért pontosítanék, mert Cserháti a főigazgató úr azért már régóta erőszárakon kötődik a szemülvei Igen, de ön, de ön kiállt mégis mellette? Kiálltam mellette, egy tisztességes, jó orvos, megérdemelte szerintem. Vannak miniszteri ambíciói? Nincsenek. Nem akar miniszter lenni? Nem szeretnék. Nem szeretne miniszter lenni? Lehet, hogy mégiscsak lesz egy felkérés, és akkor kénytelen igent mondani erre? Nem hiszem. <laughs> Nem hiszi? De, hogyha esetleg igen? Nem hiszem, hiszen a szemülvegyes egyetem rektoraként nekem nagyon komoly feladataim vannak. Tehát a szemülvegyes egyetem most akar lépést váltani. Már eddig is a közép-kelet-európa talán egyik legjobb egyeteme. Ahhoz, hogy igazából ott kopogtassunk a legjobbak között, ahhoz egy dinamikus vezetési stílusra van szó. És hát gyakorlatilag ez nekem legalább egy tíz éves program. Mikor utolsó kérdésem ezzel kapcsolatban, mikor beszélt utoljára Káster miniszterúrral? Hát e, szerintem egy hónappal ezelőtt. Tehát utána nem beszéltek, a, nem beszéltek, amióta úgymond ez a konfliktus is. Tisztelem, helyzet, miniszter urat, elismerem, hogy egyébként az Országos Onkológiai Intézet élén Magyarország egyik meghatározó onkológusa volt. De mégiscsak önök most már uzamosan, de mégiscsak egy kicsit ellentétes vagy ellenkező irányba haladnak. Ön ugye most el, és akkor most térünk is rá erre, erre a bizonyos nagy tesztre, ami elindult pénteken, jól mondom? Pénteken. Mi a lényeg ennek a tesznek? Hát ugye meg kellene pontosan határozni, hogy milyen nagyságrendű a fertőzötteknek az aránya. Hiszen az igazolt fertőzések nem igazán mondanak sokat. Az igazolt fertőzések a tesztelések számától függ. Hogyha minden héten letesztelnénk mind a 10 millió lakost, akkor sokkal több. De akkor nem kellett volna korábban elindítani a tesztelést? Szerintem nem, mert jó kézben volt tartva, hiszen abban az esetben, ha valaki megbetegszik, és egyébként tartja az otthoni önként vállalt karantén, tehát lázasan nem megy el dolgozni, az gyakorlatilag ugyanazt a hatást érjük el, mint egy tesztelt állapotot követően otthoni karanténbe van valaki. Én szeretném pontosan megtudni, hiszen a későbbiekben lényeges az, hogy hol vannak a betegek. Hol vannak a tünetmentes hordozók? Hiszen a tünetmentes hordozók a vektorok. Nincsen még világos adat arról, hogy az egész ország vonatkozásában hogyan rétegződnek ezek a pozitív esetek. Honnan kell számolni esetleg valami kisebb fajta tűzre, egy fellángolásra? Erre egy KSH segítségével létrehozott reprezentatív minta bevonásával van lehetőség. És hát ennek élére állt ez a négy egyetem. Én nagyon hálás vagyok egyébként a kollégáimnak, akik kezdettől fogva ezt az ügyet támogatták, és azt mondtuk, hogy itt van az idő. Tehát a pénteken, ugye még előtte vagyunk a lazításnak, mert hallottuk, hogy vidéken bizonyos kérdésekben lazítás lesz, a főváros az marad ugyanabban a pozícióban. Tehát ahhoz, hogy a lapos görbét meg tudjuk határozni, hogy éppen most erre a szakaszra... Hogy ellaposodott -e a Ellaposodott, a görbé. hogy hány betegünk van, és ezek hol vannak. Regionálisan, életkor szerint, nem szerint, adott esetben városban, fővárosban, vagy falun, és ott milyen arányban, erről akkor tudunk részletes képet kapni, hogyha az a 17.780 ember, aki megkapta... Miért pont ennyi különben? Ezt a Központi Statisztikai Hivatal számolta ki, hogy minél rétegzettebb, részletesebb adatok tudjunk meghatározni. Ez az elemszám alkalmas arra ha jelenleg becsült pozitívok arányából, hiszen folyamatosan kaptunk adatokat, hogy hogyan számolunk, ugye? A négy egyetem folyamatosan az elmúlt... Écs, haték... Szeged, Debrecen és Budapest. Pécsen, így van, ez a négy egyetem folyamatosan mér. És a mérés során elkülönítünk három csoportot. A panaszos, aki lázas, aki köhög, akinek a feje fáj, akinek íz és szaglási zavarai vannak. Na ezek közül 3,5%-ban találunk pozitívat. Tehát ezek közül sem mindenki pozitív. Uh -huh. Utána veszük a kontaktokat, akik bizonyosan volt egy kontaktja, aki biztosan pozitív. Uh -huh. Ezek is nagyjából 3,5 százalék, 4 százalék környék. És akkor vannak azok, akiket szűrtnek tekintünk. Tehát akik eljönnek valamioknál fogva, akiknek nincs kontaktjuk, illetve nem panaszosak. Na most ebben a körben egy tekintélyes számban az elmúlt háromszor két hétben figyelve az arány 1,3 ról körülbelül 0,2 ezrelékre csökkentne elsősorban az intézkedéseknek köszönhetően, illetve azért, mert a népesség betartotta azt, amit elvártak tőle. Nagyon sok kérdés adódik, a, már csak abból, amit eddig elmondott, de a legfontosabb az, hogy mennyire lesz megbízható az eredmény. Ugye rengeteget lehet arról hallani, és ön is ugye, az orvosi etilabban megjelent egy közleménye, egy cikke, amelyben értékelt a gyors test, tesztek érzékenységét, nem túl jók ezek a tesztek. Tehát, hogyha önök most, ez egy nagy munka, 17 ezer ember, 16-17 ezer ember, akit mindenképpen le fognak uh, szűrni. Mennyire lesz megbízható? Hát ezek uh, úgynevezett vírus örökítő anya kimutatáson alapuló... Ez a, -PCR. ez a PCR. tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy a, az orgaradból, illetve a szájgaratból kis nedves pálcával kaparjuk le az esetleg ott felhalmozódó vírust, azt egy megfelelő táptalajba tesszük, és ebben a táptalajba visszük és határozzuk uh -huh. meg. A vírus mindig egy fehérjéből és örökítő anyagból áll, a fehérjét leválasztjuk. Tehát ez biztosabb, róla. mint a gyors teszt. Ez abban az esetben, ha le tudtuk arról a helyről szedni a vírust, akkor ez 100%-os Persze a mintavétel módja sokat számít. Itt azt is tudni kell, hogy a fertőzés korai szakaszában már kimutatható a vírus, és amiközben zajlik ez az egész betegség, a vége fele egyre kevésbé. Tehát a végén nem mutatható. ki. A, a lezajlott a betegséget, a lezajlott az betegséget a nem mutatja ki. Igen, és sokszor ugye azt látjuk, hogy például a lélegeztetett betegeknél, már rég nincs benne a vírus, de még mindig küzdünk a tüdőgyulladással, mert annak az immunológiai válasznak lesz a következménye, ami egyébként fenntartja a tüdőgyulladást. Tehát az egész betegség folyamatában még zajlik, de a vírus kimutatás már nem működik. Tehát És ez, amit most önök készítenek, ez egy pillanatfotó az aktuális ez a helyzetről. Ez a fertőzöttséget mutatja ez az egyik a pont. tünetes, meg a tünetmentes embereknél is. Ez így így van? Van? de ez csak az egyik pont, mert rögtön veszünk vért. Ugye két, két csővért veszünk, az egyik csővér arra szolgál, hogy a legmodernebb technikámit, amit csak most fognak Európába bevezetni, meghatározzuk a benne lévő antitesteket. Tehát az Ez a... már hasonlít a gyors tesztre, nem? Ez már olyasmi, mint a gyors tesztek túlnyomó része. Egyébként van uh, PCR-szerű gyors teszt is, egyébként uh -huh. most hozza be éppen az Ebot, tehát néhány ilyen uh, gyors teszt már létezik, de a túlnyomó többsége ezrével, az antitestet, az IgM és Igg típusú antitestet mutatja meg, ezért eleve nem lehet gyakorlatilag paralel az örökítő anyag kimutatásával, hiszen az első héten még nem is termelődik annyi antitest, hogy az kimutatható lenne. Tehát az első hétben a PCR pozitív, az Magános. antitest a negatív. negatív. A második héten a PCR még pozitív, az antitest már, már pozitív, pozitív. És azt követően a PCR sok esetben már negatív, és az antitest meg továbbiakban is pozitív. Tehát ez az úgynevezett megbuktak a gyors tesztek, nem azt jelenti klinikailag kell ezt a kérdést kezelni. Tehát azt jelenti, hogy egy adott személy esetében mit jelent az, hogy a PCR pozitív és antitest negatív. Hogy mondjak egy példát? Van egy, egy ikerpár, ez az érdekes. Ikerpár az egyik PCR pozitív, a, a másik, másik meg meg antitest pozitív. Akkor melyik a rossz mérés? Hát ne? jó kérdés. Jó kérdés, nem? Mind a kettő igaz. Uh -huh csak másik fázisban vannak, mert az egyik fertőzött. Egyik, egyik korábban, fertőződött meg is. Erről van szó. Itt folytatjuk nem csak ára, bocsánat, hogy a szavába vágok, de egy pillanatra ki kell szaladnunk egy reklám szünetbe, és utána folytatjuk sokkal hosszabban. Jó estét kívánok újra, köszönöm szépen, hogy itt maradtak, és visszatértek. Folytatjuk a heti naplót, Merkeli Béla, a Sotere rektora, a vendégem. Elnézést, itt a reklám belénk folytatta a szót, de hát ez egy ilyen műfaj. Ugye ott tartottunk, hogy, hogy elindult a tesztelés pénteken, aki megkapta az ügyfélkapon keresztül már a nevezük hívóját, annak be kell mennie? Hát önkéntes, de én azt gondolom, hogy ennél egy kicsit több. Hiszen azok, akik kiválasztottak, ez a 17.780 ember, ők reprezentálják saját magukon kívül a családjukat, hiszen velük folyamatos kontaktusban vannak és reprezentálnak 500 hasonló situációban lévő személy. Tehát mondjuk egy uh, magad korabeli személy, az uh -huh. abból 500-at, Budapest és Nagyjából egy vagyunk csak Igen, mind. egy vagyunk, tehát engem is például te uh -huh. reprezentálhatnál, és ha te hiányzol, akkor hiányzik ez az 500 ember, és annál részletesebb eredményt fogunk kapni, minél többen jönnek el. Úgyhogy én nagyon kérek mindenkit, hogy használja ezt a lehetőséget, és csak akkor lehet ezt a járványt tényleg kiírtani ebből az országból, hogyha ezt komolyan veszünk. Szerintem nagyon... sokan nem értik most azt, hogy hogy egy teszttel hogyan lehet kiírteni egy járványt. Tehát miközben a kettőnek egymáshoz kapunk egy pillanatfelvételt, mi a helyzet abban a pillanatban, amikor... amikor Megtörtént a, a, a felvétel, és ebből hogy lesz jó az országnak? Mi lesz ebből? Hát ugye egyszer van egy pillanat feltétel, amikor megmondjuk, hogy most, ez alatt a két hét alatt a lakosság hány százaléka milyen régióban, milyen életkor szerint, milyen fertőzöttséggel rendelkezik de ezzel párhuzamosan vért is veszünk, mint ahogy beszéltünk már róla, az antitestek meghatározásával azt meg tudjuk mondani, hogy a lakosságnak ugyanilyen rétegzettség mellett milyen az átfertőzöttsége. Semmilyen adatunk nincsen még. És ezt követően össze tudjuk hasonlítani az összes olyan paramétert, amit az önkéntesen megjelenő, de társadalmi Biráns. tudatosan megjelent önkéntes reprezentatív minta kitölt. Ez 50 kérdés. Ebben a legfontosabb kérdések. Ah, tehát mi? A szokásaikra rákérdez. A szokásaikra, a... megbetegedésre. Meg. Nem Mányzik, a... milyen vércsoport, már az, mivel utazik, kiderül, mennyi mi... kontaktja van. Használ a maszkot, jár-e bevásárolni, jár a szülei, stb. stb. stb, stb. Tehát minden olyan fontos kérdést föltesznek nekik. És ezek együtt összességében egy teljesen tiszta képet adnak ma Magyarországról, hiszen Áldal hasonlítgatjuk a térképen, nézzük, hogy egy adott országban hány pozitív van. Az, hogy hány pozitív van, az attól függ, hogy milyen a szűrési policy. Tehát egy olyan Németország, aki az összes tesztet megkapja, mert akkor a hatalma van, vagy adott esetben ő maga gyártja, és nem engedi ki az tud napi 800 mérni. Tehát egyfajta, egyfajta, hogy mondjam, most ez nem, nem egy jó szó, amit mondok, de egyfajta célcsop, tehát ki, tud, ki tudják azt majd választani, hogy, hogy milyen uh, szokásokkal rendelkező embereknek, vagy hol dolgozó, vagy, vagy hol lakó, És vagy hol vannak ezek? Hol, hol vannak nagyjából ezek? Hol van a emberek? parás? Tehát amikor megnézzük, hogy végre elotottuk a tüzet. És akkor oda lehet fókuszálni? Oda lehet fókuszálni, meg lehet nézni, és emellett azért tudományosan óriási jelentősége van, hogy milyen hatást tudtunk elérni Európa közepén, úgyhogy turisztikailag abszolút kedvelt Magyarország, azzal a járvány ellenes módszertannal, amit mi itt bevezettünk. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon értékes anyag, és ami még fontosabb. Ilyen hogy kutatási anyag van máshol? Ilyen, ilyen részletességgel, statisztikák ennyire alátámasztva, abszolút nincsen. Ez Európában lesz az első. vagy a világon? A világon sincsen próbáltak ilyen Facebookos csoportokban kvázi reprezentatív mintát nyerni az Egyesült Államokba, Ausztriába, de közelében nincsenek a vizsgálat. Hát ez nem az... olyan, mint amikor a parkolóba a szkafanderesek gyors tesztet végeznek, és az is egyfajta gyors szűrés, hanem itt, itt sokkal részletesebb. Hát itt az a lényeg, hogy hát hogyha én mondjuk leszűrök olyas valakiket, akik nem reprezentatívak, az nem mondanak semmit. Tehát mondok egy példát. Hát ezért, ezért választja ki a KSH a, a tesztalanyokat, különben az egyetemek... van ebben... semmilyen beleszólásunk, készhez kapjuk. Tehát, hogyha én most azt mondanám, hogy szeretnék ezen a teszten részt venni, ezt nem tudná elintézni. Nem, még én se, pedig én vezetem a vizsgálatot. Nem lehet. Nem lehet. Gyerekek vannak a teszben? Vannak, 14 és 18 év közötti gyerekek vannak, egyébként nagyon jól együttműködnek. Édesanyjukkal, édesapjukkal együtt jönnek, hiszen itt kettős. 14 év alatt nem lenne érdemes? Azért nem választottuk, mert őket talán a legnehezebb ebből a szempontból megnyerni, és szerettük volna azt, hogyha az adott személy hozzájárul, mert a gyerekek esetében 14 év alatt a szülő hozzájárulása uh -huh. kell, a 14 és 18 év közöttiek esetében pedig a kettős hozzájárulás kell. Itt gyakorlatilag nem, biztos, nem biztos, hogy hiszen a KSH vállal, nem biztos, hogy a szülők is teszkötelesek. Nem, de azt megtettük, a... hogy amennyiben a szülő paralel szeretné szűretni magát, akkor őt leszűretjük, látja a gyerek, hogy a mamájánál ez mennyire semmi, és akkor ő az ő anyagát természetesen nem tesszük bele ebbe a, komplett vizsgálatba. De ez pont azért, mert nagyon fontos ez a célsoport, hiszen a 14 és 18 év közöttiek nagyon mobilisak, nagyon jó vektorok, semmilyen tünetük uh -huh. nincsen. Ennek következtében nagyon fontos arról világos információt szerezni, hogy ők milyen arányban érintettek. És különben, és megértem, hogy nem fogok erre a kezdeti témákra, de egyszerűen nem tudom nem megkérdezni, hogy ugye van Káster miniszter, aki nem volt, nem volt szűréspárti. Egyértelműen nem volt szűréspárti. Ön viszont most elindította ezt a szűrést. Ebből nem lesz valami óriási konfliktus? Én nem hiszem, én úgy tudom, hogy az operatív törzs támogatta. A, ezt a fajta szűrést. Tény, hogy az egyetemeknek az ötlete, hogy a régóta formálódik a, a gondolataink között egy tudományos értékű vizsgálatot végezni, amely konkrétan hasznot hoz természetesen a szakmapolitikai döntésekben, de nagyon fontos későbbi járványok vonatkozásában is hasznos anyagot nyújt, és gondoljuk el, hogy ezt még háromszor megcsináljuk, akkor legtöbbször nem ugyanezek vesznek részt, lesz 1500 ember, aki végigmegy egy éven keresztül, és lesznek keresztmetszeti adatok, és látni fogjuk, hogy az adott szakmapolitikai döntés és stratégia hogyan változtatja meg a fertőzöttek arányát, és hogyan változik az átfertőzöttség. Ugye beszélünk nyáimmunitásról. Uh -huh. A nyáimmunitás elérése nagyon-nagyon nehéz. Nagyon bátor, azt kell mondanom vakmerő ugrás, mert 60%-os fertőzöttséget elérni, annak lehetnek súlyos következményei, többek között, hogy az idős uh, honfitársainknak egy nagyon jelentős része megbetegszik. Gyakran és olvasni, magas. hogy ez a nyámú, nyáj immunitás ez egy fantasmagória, tehát hogy ennek igazából hát. realitása nincsen egyelőre. Én azt gondolom, hogy annyira nem ismerjük ezt a vírust, hogy vakmerő döntés. Nem teljesen irracionális, de vakmerő. Biztos, hogy lesz vakcina? Biztos. Van, nem egy csomó, jön. van egy, csomó, olyan... van egy csomó vírusos betegség, hát most nem tudom, az éc vagy a, vagy a hepatitisnek, nem tudom, talán a C variánsa, eh, ahol, ahol évtizedek óta nem sikerül vakcinát előállítani. Úgy azt mondják, akik ehhez hozzáértenek, és én mindig a Jakab professzort kérdezem, aki Pécsen van, és sokat szoktunk beszélgetni, hogy ez egy relatíve stabil vírus, tehát sokkal tehát egyszerű, Egy, viszonylag egyszerű jószág azért nem is annyira veszélyes, csak egy bizonyos populációban, azért azt látjuk, hiszen a fiatalokon úgy megy át, hogy észre se veszik. Ennek következtében meg lehet csinálni, ugye hallottam véleményeket, én realista módon azt mondom, hogy ősz vége. Uh -huh. Pont ma volt különben a cnn egy hosszú cikk, hogy lehet, hogy nem is lesz, de hát a cnn nem mindent talált el. Hát ugye, pár akkor napot. lehet az érdeklődés fenntartani, hogyha meglebegtetjük, hogy lesz, és utána meglebegtetjük, hogy nem lesz, és onnantól kezdve mindenki nagyon fog izgulni. Én nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen világjárvány során, egy ilyen technológiai fejlettségi szinten, ahogyan a világ ma van, mondjuk az Egyesült Államok, vagy akár Németország, paralel ne a legalább két-három ilyen típusú Vakcinát. Vakcinát. Azt mondják, hogy az angolok, meg a kínaiak vannak most egy kicsit előrébb, ez így, így van? Hát az angolok is lehet, a kínaiakban kevésbé hiszek, tehát onnan jön ilyen információk. Kevésbé informácia... hisz, hogy kevésbé bízik? Az információkban nem hiszek. Uh -huh. Tehát azért azok nem olyan mértékben megalapozottak, mint amik az Egyesült Államokból vagy Németországból jönnek. Én biztosabbnak tartom azt, hogyha ez a vakcina az Egyesült Államokból vagy Németországból jön, és azt én tudom, hogy a németek azért egész közel vannak a megoldáshoz. Tehát lehet, hogy még idén? Én, én majdnem biztos vagyok benne. Uh -huh. György Gabi kolléganőm, most uh, kitekintek egy pillanatot, mert aggódva nézem az órát is, hogy tényleg mondhatom az hogy repül a idő, De Gabi, Gabi, gyere ide, én betartjuk így ezeket a szabályokat, hogy én kicsit hátrébb vonulok, de ide figyeled a, a Facebookon, a Facebook live-on érkező kérdéseket, nagyjából a témában mik vannak igen, de rengeteg de. kérdés érkezik, én csak kettőt-hármat emelnék ki, amik talán a, a leginkább, a legtöbb lájkot like kapták. Ugye a legfontosabb, vagy a Ástai Katalin kérdezte, hogy a tesztelést már nem kellett volna korábban elkezdeni, márciusban akár, nem elkésette már a tesztelés. Ezt kérdezi ő, és... Balog Zsuzsanna tesz még fel egy kérdést, ami sokakat érdekelhet, hogy miért nem lehet Budapesten és Mest megyében enyhíteni, ha vidéken lehet. Ez remek, ez én is meg kérdezni, mm -hmm. de lehet, hogy a Igen, hogy, lehet, Országos krán, mert... tesztel is most készül. Így van, persze, természetes. Szóval egyrészt az, hogy folyamatosan tesztelünk. Tehát a Szemlővejsz Egyetem március 11-e óta minden nap tesztel, méghozzá úgy tesztel, hogy a kollégáim hajnali három órakor küldik el nekem e-mailbe a tesztek eredményeit. Tehát gyakorlatilag alig van néhány óra, amikor nem folyamatosan működik a labor, egyre több laborautomatát állítunk be. Pontos adataim vannak, közel 40 ezer személyen végeztünk vírus örökítőanyag kimutatását a négy egyetemen, és hát ennek sokszoros van, mondjuk 1,25 szerese az, amit tényleges PCR vizsgálat, hiszen ha valaki bebizonyosodik, hogy beteg, akkor utána számos további vizsgálatot kell végeznünk ugyanazon a személyen. És ehhez jön még az NNK és még számos más mm -hmm. kórháznak a laborja, tehát jóval százer fölött vagyunk, ez elkezdődött időben, itt a mostani, az gyakorlatilag az egész népességről fog egy adatot adni, és ami a lényege a reprezentabilitása. A reprezentatív minta sokkal többet ér, mint hogyha bárhol kinézek egy csoportot, és azt megszűröm. Nyilvánvaló, hogy a panaszost meg kell szűrni, nyilvánvaló, hogy a kontaktot meg kell szűrni, de ezeket mind megszűrtem. Akkor mi legyen a következő, akit megszűrök? Az teljesen... Nekem van ötletem, mondjuk az egészségügyi dolgozók. Az egészségügyi hát szolgálat. Elejétől a végéig mindenkit. Igaz. Az egészségügyi dolgozókat kontaktként tekintjük, tehát amikor mi egészségügyi dolgozót szűrünk, akkor azt írjuk, hogy kontakt. Mert hát kontaktálódik természetesen megbetegedettekkel. Gabi közben elengedlek, hogyha ezek voltak a legfontosabb kérdések, különben. Folyamatosan érkeznek a kérdések. Folyamatosan igen. jönnek. Na, visszatérve az egészségügyi dolgozókra. Uh, uh, tehát ön, aki ezt a szűrést, uh, és azért önre hallgatnak. Az egyetemen az egyetemen. Mert a NNK-ban nem én indítottam. Az Kárstár miniszterről indította. Az Kárstár miniszter. És az előbb volt. De hogyha én mondjuk előállna azzal a... Önre hallgató Orbán Viktor, ugye ezt lehet mondani? Gondolom, hát tudom, hogy meghallgatja a véleményemet. Tehát szokott, szoktak beszélni? Volt rá példa. Igen. És nem esetek, hogyha azzal előállna, hogy az összes magyar egészségügyi dolgozót tényleg a takarító személyzettől a professzorokig, mindenkit le kéne szűrni ugyanezzel az eljárással, tehát nem a KSH választanak ilyen, hanem ugye a, 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 a dolgozókat, akik a különböző egészségügyi intézményekben, az nem jelentene egy, egy, egy nagy áttörést a az egészségügyi dolgozók diagnózisának a tekintetében? Én azt gondolom, hogy a szűrésnek nagyon fontos szerepe van. De mi a probléma? Az a probléma, hogy engem ma leszűrnek, és ezt követően holnap bemegyek dolgozni, és holnap megfertőződöm. Tehát azt mondja, hogy hamis biztonsági érzetet adhat? Hát gyakorlatilag azt jelenti, hogy. De erre naponta... már nagyon sokszor hivatkoztak, és ugye mégiscsak a szűrésen tűnik a megoldás. Tehát naponta. A, 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 a miben különbözik egy egészségügyi dolgozó? Tehát az a baj, hogy. Nem segít az, hogyha minden nap leszűrök valakit reggel, este, másnap, mert gyakorlatilag követhetetlenné válik a, a történet, és mindamellett lefoglalja azt a PCR kapacitást, amivel rendelkezünk, hiszen nem a pénzügyi probléma a legnagyobb probléma az, hogy az Egyesült Államok Németország, meg ezek a Nagyországok, Olaszország, Spanyolország, ezek felszívják a különféle PCR laboratóriumi, oldatokat, kitteket, stb. Tehát vadászni csinálok, kell ezeket, hát, élete, vadászni műlegös, kell. Műlegös. Tehát a napom fele azzal telik el, hogy erre megfelelő kitteket beszerezni. Tehát értelmesen kell felhasználni. Viszont ami nagyon hasznos, és itt van a gyors teszteknek némi jelentősége. Tehát például én magamról rendszeresen vérsavóból gyors tesztet határozunk meg, hogy és ez egyébként vonatkozik a teljes klinikára, ezt hetente megcsináljuk, és ha van olyan, ahol úgy látjuk, hogy antitest képződött, akkor megnézzük a PCR-t. Szerencsére az én klinikámon még nem volt pozitív, de volt klinikán, ahol volt pozitív, azokat akkor viszont az egész klinikát PCR-ral leszűrjük, és aki, kiválogatjuk belőle azokat, akik pozitívak, azok elmennek karantéba, és ezt megismételjük 72 óra múlva. Tehát kialakul egyfajta logikus rendszer, ami használható. Tehát praktikusnak kell lenni. Praktikusnak kell lenni a szűrésnek, és nem eszetlennek. Az összes diagnosztikus kapacitásunk rámehetne az egészségügynek a szűrésére abban az esetben, hogyha minden nap reggel úgy kezdjük a napot, hogy mindenki... Ez mindig újra és újra kéne. Újra és újra, mert mi ó, ki vagyunk téve, úgyhogy a, és mi, van még, mi az, ami még különböző, azért mi nagyon jól ismerjük a finom tüneteket. Tehát ha én nekem meg kéne kérdezni, hogy én magam szerint beteg vagyok-e vagy nem, akkor azt mondom, hogy nem, legkevésbé sem érzek semmiféle ízlelési és szaglási problémát. Sokszor ez az első tünete, amit adott esetben egy laikus nem vesz észre. Egy lázongás, ami átmegy rajtunk, éppen csak észrevétlenül, azt is észreveszi egy egészségügyi dolgozó. Ez ugyanakkor egy nem egészségügyi dolgozó nem vesz észre. A, a különbség természetesen az egészségügyi dolgozó és a nem egészségügyi dolgozó között mindösszesen annyi, hogy mi sokkal gyakrabban találkozunk pozitíval, hiszen a lakosság körében a megbetegedés aránya mostanságban nagyon alacsony. Ami van, az a kórházban van. A lázongászót még soha nem maradtam, ez a gyors láz. Tehát hát az, ez hogy átfut rajta egy, f... egy ilyen soha kis... Soha nem aludtam. Meg, meg sem érnéd a vér, uh -huh. ebben az esetben a hőmérsékletedet, mert észre se vennéd. Mi uh -huh. és és azért jelenti. megérezzük. Ugye uh -huh. Gabi kérdése volt, illetve a néző kérdése volt, csak abbi interpretálta, hogy a budapesti szigorítás, illetve a szigorítás fenntartása és a vidéki könnyítés egyetért vele? Én Én azt gond... Úgy kérdezem, hogy nem kéne Budapesten is könnyíteni? Én azt gondolom, hogy kellene, de azzal egyetértek, hogy legyen két lépcsőbe, de nem lesz véleményem szerint nagy távolság a két lazítás között hiszen az ország igazából nem ilyen szinten kettéosztható, tehát nem lehet hermetikusan elzárni mondjuk. Sokáig nem is tudtam, megyék. hogy mi az, hogy vidék, tehát hogy mi az, kicsi, a vi mi kicsi az hogy vidék, tehát hogy, hogy minden minden vidék, ami nem főváros, vagy minden vidék, ami nem nagyváros, tehát hogy ezért ez egy nehezen kategorizálható. Kicsi országról van szó. Én ugye kicsit ilyen szabadabban gondolkodom, és én kifejezetten egy ilyen májusi, Hétvégén preferálom az, hogyha az emberek kimennek a levegőre. Ugye? Miközben mondjuk azt, hogy maradjanak otthon. És ezért is kezdtem azt mondani, hogy okosan elhagyni az otthonainkat. Tehát nem lehet az, hogy valaki 50 napot, 60 napot, 80 napot a mondjuk egy panelbe be legyen zárva, mert nagyon nehéz elviselni. Viszont arra oda kell figyelni, hogy a távolságot tartsuk és a megfelelő higiénia az minden körülmények között biztosítva legyen. Tehát az, hogy egy család elmenjen sétálni, az szerintem normális lenne. Éppen ezért én nem, nem zárnám le például a Marge-szigetet. A miniszterelnök azt mondta, hogy nem is tudom ma, vagy holnap, vagy tegnap, de minden esetre a napokban tetőzik a járvány. Szerintem pont ma és tehát, hogy mire alapozza ezeket a, ezeket a kijelentéseket? Mondjuk hál' Istennek ma nagyon kevesen haltak meg, úgy, amúgy sincsenek nagyon nagy halálozások, tehát hogy, hogy, miért pont ma? Vagy például azt is elmondta a napokban, hogy, hogy októberben egy újabb hullám várható. Hogy mikor Tehát te az én azt mondom, hogy a... Egy ilyen fensíkon vagyunk már relatíve régen, legalább két-három hete. Ez azt jelenti, hogy lényegében nem változik, de tendencia jellegűen kicsit csökken a megbetegedések száma, amit egyébként későbbiekben fog követni a halálozásoknak a jelentős csökkenése, hiszen az mindig időben eltolva jelentkezik. Tehát ez, ez biztos. Nagyon nehéz kiszámítani azt, hogy mikor lesz a járvány csúcsa, de annyira hatékonyan működtek azok a rendelkezések, amik bevezettek, hogy még engem is meglepett. Én voltam mindig a legoptimistább a ebben a közegben, és megkérdezte tőle a miniszterelnök, hogy véleményem szerint mennyi ideig fog tartani ez a, ez aktív fázisa, és én akkor azt mondtam, hogy hát kettő hónap, és, és akkor mindenki nézett rám, de utána már úgy félúton azt mondtam, hú, ezt én el, elrontottam és sokkal tovább fog tartani, és mm -hmm. hogyha megnézzük, igazából nagyjából. nagyjából ez a két hónap volt, mm. Nagyon nagy szerencsénk volt ebben. És mi a helyzet, bocsánat, most muszáj innentől kezdve még jobban pörgetem, hiszen túl vagyunk már minden adási időn, de még, még van, nem tudom abba adni, hogy mi a helyzet az októberi újabb hullámmal? Ez egy, ennek van... Re, a, racionális, elő? csak hogy mekkora lesz ez a hullám. Ez a, ez a lényeg. Ugye én azt gondolom, hogy nyárban nem válható egy hatalmas hullám, hiszen azért minden bizonyal az emberek többet fognak a szabadban lenni, az immunrendszerükre ez jó hatással van, a vírus nem szereti, az ultraibolya sugárzás sem pedig a meleget, általában a koronavírusok nem lelkendeznek a nyáron, tehát nem szaladgálnak jobbra-balra, hiszen legalább négy-öt olyan koronavírus van, amelyik uh, ilyen típusú felső légúti megbetegedést okoz, és ezek nem jellegzetesen nyáron fordulnak elő. Viszont megint jön egy optimális időszak valamikor október-novemberben, amikor a környezeti hatások meg a meginduló uh, folyamatos uh, munka az megnöveli a találkozásoknak a számát. Potenciálisan benne van, de a nagy különbség az, hogy már tudjuk, hogy hogyan kell ezzel bánni. A másik lehet, hogy lesz valami jó gyógyszer uh -huh. addigra, és az is elképzelhető, hogy nagyjából közelében leszünk a vakcinának. Kérdés persze, hogy akkor miért pont augusztus 15-éig nem lehet tömegrendezvényeket tartani, de ezek már nem orvosi kérdések, de egy csomó kérdés adódik ebből az egész mostani relatíve jó helyzetből, ami, amiben vagyunk, nem így van? Hát én örülök, hogy ezek a kérdések Igen, ezek merülnek föl, és nem pedig az, azt a kérdést teszi föl, hogy miért de is hogy, még tízezer darab. Hát miért kellett ennyi, ennyi káslerágyat felszabadítani most hirtelen az országba? Tehát hogy csomó olyan kérdés lenne, amire. Szóval én azt gondolom, hogy a boldogak lehetünk valamennyien hogy ezeket a kérdéseket tesszük föl, hogy van-e értelme augusztus 15-éig. Miért 5000 lélegeztetőgép, de hiszen nem lehetett tudni. De azért ott volt a másik oldalon, megnézzük. Én például nem gondoltam volna Olaszország után, hogy Spanyolország és Nagy-Britannia, vagy esetleg New York ilyen hatalmas járványkénytelen elviselni. De gondoljuk csak, hát micsoda hatalmas uh, kórházi kapacitása te mögöttük, te. és, és mégis tábori kórházakat csináltak, tehát benne volt, de valahogy Közép-Kelet-Európa fegyelmezett volt, jog voltak, időben születtek ezek a döntések, és úgy tűnik, hogy jobban vagyunk, sokkal jobb pozícióban. A BCG pozícióban. oltás bejátszhat, és tényleg ez bejátszhat. az utolsó? Bejátszhat. bejátszhat. Meggyőződésem. Illetve összességében az az oltási rezsim, ami jellemző ami volt... 50-es évektől, évektől kezdve... 50-es évek közepétől kezdve jellemző volt a Közép-Kelet-Európai országokra. Professzor úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Szerintem néhány hét múlva, ahogy azt szoktuk, két-három hét múlva újra hívjuk, és még egyszer köszönöm, hogy itt volt. a köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, köszönöm a lehetőséget.